Köszöntöm nézőinket, a vagyunk. Milyen rendezvény zajlik? Önkéntesen a Tiszta Magyarországért program TESZED akciója zajlik éppen, és annak örülök nagyon, hogy a lett ennek az egész országot átülelő eseménynek a nyitó rendezvény helyszíne. Mit takarítanak meg most önök, illetve a diákok? A diákok önkéntesek segítségével, óvodások segítségével körbejárjuk a településnek az utcáit, közterületeit, közintézményeit és azoknak a környékét, magának a városnak a környékét tisztítjuk meg a kommunális hulladéktól. Nem csak gyalog történik a Teszed mozgalom, hanem. Így van, nem csak gyalog, hiszen Abátszalók jelentős turisztikai város itt a Tiszató régióban, és ugye, mint a Tiszatónál, ahol lenni szokott, gyalogos, Vizi, kerékpáros és lovas turizmus is jellemző a térségre. Így büszkék vagyunk arra, hogy nálunk vannak lovasok is például, úgyhogy a lóháton is körbejárják azokat a területeket, amelyek nehezen megközelíthetők gyalogosan. Gyalogosan szedik az önkéntesek, a gyerekek a település utcáit, kerékpárral azokra a távolabbi területekre mennek el, az önkéntesek a ahol a kerékpárosok járják körbe a Tiszatavat, és a, a, azoknak a külső területeket e, e, tárják föl, szedik össze. És e, vízen pedig szintén azokat a területeket, amik abátszaló közigat, közigazgatási területén belül e, a víz felőli oldalról, tehát kül, kívülről nem közelíthető meg, hanem a vízről lehet a nádasok, e, gyékényesek szélén e, szedjük össze a kommunális hulladékot. Milyen jövőbeli terveket tudunk bemutatni nézőinknek? Szeretnénk mindenképpen a, a város infrastruktúráját minél magasabb szintre emelni. Ezek azt jelentik, még mindig van a településen olyan utca, amely földalapú, földes. Ezeket szeretnénk legalábbis az állagát megóvni, a későbbiekben pályázni arra, hogy aszfaltos útjaink legyenek. Utakat, járdákat, árkokat, vízelvezető árkokat szeretnénk rendbe tenni. Természetesen a, a, a közintézményeknek az állagát megóvni, ezekre pályázatokat nyújtottunk be egy részére már, és a következő időszakban is szeretnénk ezekre pályázatot benyújtani. Van még némi hiányosság. a az iskolaépületünk a város legnagyobb intézménye, és az esőcsatorna rendszere nem túl megfelelő, illetve energetikai korszerűsítésre szeretnénk itt pályázatot benyújtani. Napelem rendszereket föltenni, hogy minél gazdaságosabban tudjon működni a közintézmény hálózatunk. A lakosság milyen problémákkal szokta megkeresni? Hát elsősorban a, a közlekedés, tehát az utak állapota. és a, Hát ugye előregedő település vagyunk sajnos mi is, de szeretnénk, hogy olyan fejlesztéseket érnénk el, hogy az itt maradó fiatalok megtelepednének nálunk, vagy pedig hazajönnének azok, akik már esetleg távolabb dolgoznak. De hát ugye az öregedő település miatt az egészségügyi ellátás nagyon fontos. Így az utak miatt nehezen tudják megközelíteni a mentő, az ügyeleti orvosi kocsi nehezen tudja megközelíteni a ö, lakosokat, ezeken szeretnénk változtatni. Maga az ügyeleti rendszer, az orvosi ellátás ö, ö, megnyugtató rendezése is ö, fontos számunkra. Ö, gyógyszerellátásban is szeretnénk egy kicsit előrelépni, hogy ö, szinte állandóan lehessen ö, gyógyszerhez jutni a baczolókon. Ez is fontos. Ugye a környék nyaralóhelyének is lehet hívni a A turizmusban milyen fejlesztések várhatóak esetleg a strand területén is? Igen, e, hát a bátszalók e, turizmusa fölött egy kicsit eljárt az idő. E, nekünk is mozdulni kell, lendületbe kell jönni, hiszen na nagyon nagy a konkurencia. Ugyanakkor e, nem olyan versenyhelyzetet kell teremteni, amilyenek már vannak mindenhol. Tehát nekünk ezt az alföldi, tiszai jellegű turizmust kell megerősítenünk, természetesen ezt egy magas színvonalon infrastruktúrális fejlesztéssel egybekötve. A már meglévő strandon lévő bérleményeinket, kiadható üzlethelységeinket, éttermeinket, ezeket teljesen meg szeretnénk újítani, a strandot mindenképpen szeretnénk fejleszteni, hogy egy európai szintű üdülőhely jöhessen létre, illetve megindulhasson a vérkeringés, és aztán esetlegesen egyéb módon pályázatok vagy befektetők segítségével tovább fejleszteni ezt a gyönyörű adottságokkal rendelkező várost, területet. Milyen programmal várják most a közeljövőben az ide látogatókat, illetve nyáron melyik lesz a legnevesebb, legnyívósabb program, amit úgy szeretne bemutatni nézőinknek? Hát mindenki szeretettel várunk, a strandunk nyitva lesz. Kerékpáros turizmus erősödik a Tiszatónál, ebben még mindig van lehetőség. A kerékpárosok végig kerekezhetik a Tiszatavot körbe, és ez korábban még úgy volt, hogy Abátszalóknál egy picit ki kellett kerülni a strand területét, ez most már, már a tavalyi évben sem volt így, hogy le volt zárva, tehát át lehet rajta menni. A nálunk megszállt vendégek, akik abátszalókon megszállnak, kapnak egy karszalagot, és ennek a karszalagnak a segítségével a befizetett idegenforgalmi adó Ingyenesen látogathatják a strandot. Tehát nyitottabbá tettük a, a strand területét, és így ö, várjuk szeretettel a vendégeket. Minden nap, 70 napon keresztül minden nap lesznek ingyenesen látogatható kisebb rendezvények. Ezen kívül pedig lesznek előrébb léptünk a tavalyi évhez képest, Hat nagy koncert lesz a településen a nyári forgatagban különböző sportprogramok, tehát összpontosítjuk a programjainkat egy-egy hétvégére, hogy azoknak a látogatottsága természetesen nőjön, és koncentráltabban tudjanak részt venni a, abban a vendégek. A strandra visszatérve, még a tavalyi évben volt tervben, hogy kutyások is látogathatják majd a, a strandot, ugye korábban Sarudon volt ilyen lehetőség, lesz-e erre a közeljövőben lehetőség az embereknek? Beszéltünk róla, a gondolat érlelődik, még nem a jogszabályi hátterét még nem tártuk fel, nem de keressük a megoldás lehetőségét, hiszen közegészségügyi szabályai is vannak ennek. Egyébként a Tónak vannak olyan részei, amelyek látogatható kutyával is, úgyhogy a kutyások is kimehetnek. Egyelőre a strand területe még nem ilyen, de keressük a megoldást. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.